Elnök úr, tisztelt képviselő úr! Először is tudomásunk szerint egyetlen egy olyan parlamenti párt ül itt, aki korábban ki akart lépni az Európai Unióból, Jobbiknak hívják, és 3 napja önök velük parádéztak egy színpadon. Ennyit erről. Az uniós tagság ügyében őket kérjék számon, nem minket, mert szerintünk az uniós tagság nemzeti érdek. És egyébként az az érzésünk, mintha a kecske próbálna oktatni arról, hogy nem kéne káposztát enni, mert jól is néznénk ki, hogyha azok oktatnának minket demokráciából és európaiságból, akik kordonnal vették körbe a parlamentet, akik a jogállamiságot gumilövedékekkel értelmezték. Hát jól is néznénk ki. És egyébként örülök annak, hogy felhozza az európai vitákat, mert ez a vita köztünk is felszíre hozza a köztünk lévő különbségeket, mert mi teljesen máshogy fogjuk fel az Európai Unión belüli politizálást. Mert mi nem a máshol megfogalmazott elvárásokhoz igazítjuk a politikánkat, hanem az ország érdekeihez. Ezzel szemben gyakorlatilag az egész ellenzék, és az eddigi felszólalásokból is ezt láttuk, stréber módon hajtana végre mindent, ami Brüsszelben megfogalmazódik. Az Európai Egyesült Államok ötlete pont ilyen, tisztelt képviselő úr. És ebben a buzgalomban minden egyes ellenzéki párt minden egyes alkalmat megragad arra, hogy újra és újra feljelentsék az országot. Gondolja csak végig, képviselő úr, ön is, meg az ön pártja is, hogy hányszor küldtek körbe az uniós intézményekben az országot lejárató leveleket? Hányszor? Hányszor jelentették fel az országot? Nem is tudnánk megszámolni. És az egész vita mögött van egy filozófiai különbség. Önök az imént is megerősítette, képviselő úr, meghirdették az Európai Egyesült Államok programját, tehát a brüsszeli központi bürokráciát erősítenék a tagországok rovására, és hogyha létrejönne egy ilyen Brüsszelből irányított szuperállam, akkor egy rakás jogkört elvennének Magyarországtól. Hogyha csak a már az asztalon lévő javaslatokat nézem, akkor elvennék az energiaárak meghatározásának jogát, akkor az adók egy részéről nem Magyarországon döntenénk, nem itt az országgyűlésben döntenénk, és ez kisebb adóterhet jelentene a nagyvállalatoknak, és sokkal nagyobbat a magyar családoknak. Az eddigi tapasztalatok ezt mutatják. Hogyha létrejönne az, amit önök javasolnak, akkor hamar életbe lépne a politikai aktivista csoportok finanszírozási terve. Mint tudjuk, az Európai Parlament már most is megszavazta azt, hogy 570 milliárd forinttal emeljék a politikai aktivista csoportok támogatását. Ez sokszorosa annak, amit a Magyarországon megválasztott pártok kapnak állami támogatás révén. Tehát alapjaiban borítaná fel a politikai erőviszonyokat. Hogyha ez megvalósulna, akkor nem a magyar emberek befolyásolnák a döntéshozatalt, hanem pár senki által meg nem választott aktivista és bürokrata. Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy a magyarok 2017-ben egy konzultáción masszívan elutasították a nemzeti jogkörök elvételét célzó javaslatokat. Mindenek előtt azért, mert a nemzetállami jogok felülírása azt jelenteni, hogy Magyarországnak ki kellene nyitnia a kapuit a migráció előtt. Mert ez a fő kérdés az európai választáson. És mit mond erre Gyurcsány Ferenc felesége, az önök listavezetője, az, hogy nincsenek is bevándorlás támogató tervek és politikusok. Mindez azok után, tisztelt képviselő úr, hogy aláírást is gyűjtöttek a betelepítési kvóta mellett. És a határzár ellen még a helyszínen is tüntettek. Önök ott tüntettek. Eddig nem tudtuk egyébként, hogy Gyurcsány Ferenc felesége ott volt-e az összödi eligazításokon, de úgy látjuk most már, hogy igen, mert ő is tudatosan félrevezeti a magyarokat. És annak is örülök, tisztelt képviselő úr, hogy felhozta az európai családi pótlék kérdését, mert hogyha ezt összevetjük azzal, hogy önök támogatták a betelepítési kvótát, és Brüsszelre bíznak a családtámogatási döntéseket, akkor ez azt jelenti, hogy a baloldal családpolitikája, családtámogatási rendszere, ha megvalósulna, akkor a bevándorlókat hozná előnyösebb helyzetbe a magyar családok helyett. És egyébként a most bejelentett programjuk egy szempontból egyáltalán nem meglepő, a pártelnök és a listavezető családi vállalkozása több százmilliós megrendelést kapott Brüsszelből. Ezek után senki ne csodálkozzon azon, ha itthon a feketeöves bürokrácia növelő álláspontot képviselik. A mi politikai közösségünk önökkel ellentétben olyanokat küldene Brüsszelbe, akik a hazánkat képviselik ott, nem pedig a bürokráciát idehaza. Ez egy óriási különbség. És azt gondolom, hogy májusban minden magyar ember eldöntheti majd, hogy melyik utat választja. És egyébként, és ezzel zárom a felszólalásomat, ilyen körülmények között
között. Jóval őszintébb lenne, azt gondolom, hogyha Altus Brüsszel ZRT néven indulnának a májusi választáson. Köszönöm, hogy meghallgatott.